Azon tanakodtunk, hogy kéne valami kis extra a budapesti nyárba. Valami felfrissítő. Valami olyan, ami még nem volt. Van itt egy szép folyó, vannak hidak. Mit csinálsz? Onnan le kéne küldeni egy ugrást. Találtunk egy olyan embert, aki nagyjából pont ugyanolyan, mint mi, 3 évvel ezelőtt. Aki olyan vagyok, mint így, csak egy kicsit jobb. Aki az összes állatságot képes bevallani. Meg kéne nézni a vízmérséget. Azt mondom, ha ilyen nagyobb, mint én, azért egy ennyivel, ugye bő 2 méter, akkor benne van. Ez a face team, ez a tábor, itt mindenki. Zsákol. Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Lejöttünk ide amerikai focilabdázni ide a Népszigethez, és aki bejti, annak utána kell ugrani. Nehogy már véletlenül bejtsed. Basszus, ne! Kifele viszi, menjél! Idáig iszod! Mit találtál, Mátyás? Ez egy roller! Ez egy bevásárlókocsinak a kereke. Aha, integessetek. Integessetek! Sziasztok! Hallod, szétvágta a lábamat valamit nagyon durván. Egyedül félekbe menni, itt tényleg. A kötél, hallod, kihúzunk. Jó, itt már nem ér le a lábam. Mi az, hogy nem ér le? Nem ér le. Nem merek lemenni. Esküszöm neked. Petinek elment az esze, hát most mondja, hogy nem mer lemenni a legaljára, mert fél, hogy valami megharapja a lábát, de az most mondja, hogy leúrik, szóval... Ami 17 méter. Szerintem egy ilyen 16,30. Fogtunk valamit. Távolságot mérünk, hogy ti is tudjátok, hogy milyen magas ez a híd. Nagyjából... 22 cm. 22 cm. Szóval amúgy, ha innen nem ugrik be, akkor nagyon gyáva. Mi mondtuk neki, hogy ne, de ő nagyon, nagyon akar leugrani, tehát meglátjuk. Itt vagyok benn kb. Fél távon. Még az itt is vannak furcsaságok a vízben, de ilyen nagyon sippedős iszap. Ott van felettem a szett. Bent ül a hídnak a tetején. Matyi megnézte az alján a távot, és egy biztos 15 méter a táv, azaz a sejem simán meg tudja ugrani, már csak az a kérdés, hogy mi van a víz alatt. Köves. Azt mondja, hogy köves. Na szép. De sejem még mindig azt mondja, hogy be fog ugrani, szóval nem, én teljesen bolond. Ide ugolt pont elé! Én ki tudok menni alólad. Oké, okay, mindenki kész? Figyelj, kész. Nem gondolkodott sokat. Ez nagyon kemény. Hallod? Megvagy? Nem ugrottál idáig. Fáj? Nem. Jó. Iszap volt. Azt a... Milyen segges volt. Teljen ebből így. Iszap a full erő. Igen? Ja. Nem, ráugrok, az csá. Úgyhogy lát, még egy szaltót húzok, azt még mindjárt látjuk. Nagyon jó. Miért már hívták a vízirendőröket? Szép. Nem kellett gondolkozni. Nem, nem kell. Magamat látom benne. Igen, amit mi megcsináltunk évekkel ezelőtt, az már a következő generáció rajt. Jó, büdösek vagytok. Szerintem annyit szennyvizet nyertem. De nem, hogy ne vegyetek példát rólunk. Nem, nem. Semmiképp se. Nem, zárt nem terület volt, anyukámat volt engedély. Igen, anyukámat megkérdeztem. Mondta, hogy mehet. Na, Peti még amúgy visszament volna egy szaltóra, de most úgy éreztük, hogy inkább itt berekeztük a dolgot, mert ez volt, amit még biztonságosan ki tudtunk vitelezni. Ugye neked már voltak ekkor ugrásaid ilyen? Persze volt. Honnan ugrattál? Szlovéniából, Boszniából hidakról, úgyhogy... Ja, meg te begyakoroltad ezt, hogy 2 méter alatt hogy lehet lefékezni magad, úgyhogy ne érjél le az aljára. Igen, így is azért leértem, de... Hát, de csak így éppen igen, súrolva. Tehát, igen, tehát hogy semmi veszélye sem volt benne. Ja. Amúgy meg soha senkinek ne jusson eszébe Dunába ugrani, főleg hidakról, mert bármi lehet ott, mi most megnéztük, direkt oda mentem, pontosan kijelöltem neki, hogy hova ugorhat, de itt most megállt parancsolunk magunknak, majd esetleg magasabb vízszint, mert még azért igen, visszatérnénk, mert de... ez jó lenne. Szallert. Itt vagyunk a hajógyári szigetre, vezető K-hídnál. Már nézegettük ezt a hidat, ugye látszik minden sziget videó, vagy itt özenlenek be a turisták, meg bulizni vágyok, de mi most nem ezért jöttünk ide. Egy nagy ugrásra készül most, néztük meg a mélységet, minden rendben van. És szurkoljatok neki már, hát, szerintem ilyen 10-12 méterre ugrik le. Annyira nem jó hír, hogy teri beleértem az aljára egy kőre. Nincsenek uszadékfák, nincsenek hajóroncsok benne, viszont azért nem az igazi a mélység, szóval jobb lenne egy ilyen 4-5 méteres beugrani. Nem lesz ebből se baj, csak úgy azért durvább trükköket lehetne beadni. Szép lassú hátraszaltó, az benne van szerintem. Yeah. Nagyon megvolt a technika. Szép volt, király. Köszönöm. Ja, nekem ez így oldalra, az pont rossz irány.
Ja. Basszus, akkor hátráznom kell nekem is? Aha. Ah. Let's go! Amúgy pont jól forgott, az érkezés technika az gyalázatos volt. Meg is csapta a kezem, de legalább azzal is lassítom a leérkezést, és nem az van, hogy leérek az aljára, szóval amúgy ez jó. Te mit csinálsz? Nem volt elég? Kicsit feljebb másztam, onnan sikerült leugrani, de hát majd még ide szerintem visszanézünk. Igen? Egyet majd a tetejéről, csak még azért... Fú. Azért még a... Az 22, tehát 20-25 között. Ja. Most pontosan nem tudjuk, de szerintem annyi. Azért oda már... Igen, az már azért magas. Összeeszkábáltunk egy ilyen búcsú kötelet, ami 17 méter hosszú, bordásfalból készült, és azt akarjuk gyors vele, tartja. Gyors kötöző, minden. Szóval azt akarjuk csinálni, hogy fölkötjük valamire, jó esetben egy fára, vagy egy hídra, vagy nem tudom, Matyira. És azzal így Dél-Szlovéniában vagyunk. Nem is tudom, hogy 8-9 órás út után vagyunk. És ez a Dél-Szlovén vidék annyira szép, hogy mindenképpen meg akartuk nézni. Nézzétek meg! Fa! Tavak, folyók, erdők. Magyarországon nem csináltunk hülyeségeket, azért ide kellett jönni. Mindenképpen külföldön kell minden baromságot csinálni. Közben ott épül a sziget. Tegnap egész jó helyeket találtunk Petivel, le is szaltózgattunk pár hídról, meg így jó volt. Viszont úgy éreztük, hogy nem maxoltuk ki, ezt például nem is használtuk. Ez frissen eszkábált. Ezért még azért maradt ebben. Igen, jó fát kell keresni, ezt kicsit beindította a fantáziánkat, aztán most már csak helyet kell találni. Ez amúgy lehet tényleg több lesz, mint 15. 17-re ugrottál tegnap, ez jó. Ez már Horvátország, és ha arra elnéztek, az már olasz. Nagyon alacsonyan van a Duna. Igen. Milyen Duna? Ja. Hallod, végbord! 360! eddig tartott a szerszemény. De nem az a lényeg, hogy jó legyen, meg hogy jól bírja, hanem hogy jól javítható legyen. Ez amúgy honnan tanultad? IBS-en? Nem, ezt a Műszaki Gazdasági Egyetemen. Jó. Van olyan? Na mi lesz? Semmi? Semmi. Szokásos. Nyomod! Hajrá! Hajrá! Hajrá, narancsárga mentőm ellényes! Ez ilyen sincs leérni. Nincs semmi az alján, ugye? Nehogy bedob! Én nagyjából ide kötném ki. Igen? Ezt így. Hallod, pókember? Nem egy már ilyen kellemetlen szituációban. Hallod, olyan biztosan föl lett ez szarrakva. Hát az az egy, ami biztos. Ez egy kocsit elbír. Megfogom a izét és engedjetek le. Jó, hát kérem. Legyen így akkor. Így. Várjál, ez nagyon cink lesz. Egyet? A vállamat féltem, hogy ki fogja rángatni. Hallod, elküldöd? Ajon para. Küldde! 3, 2, 1. Jolo! Mi az ott a gond? Amúgy jó. Ezt magammal hoztam szuvenírnek, így kicsúszott, kicsit megtörte a kezemet, de inkább az odajutás volt necces. Ott végig át kellett kúszni az ilyen vasak között, de azt hiszem megint kitaláltak valami még jobbat, gyerekek. Nagyon jó volt. Meg magasabbról kéne. Amúgy ja. Nekem kell egy cipő, és én vagyok tetejéről. Na, terv az, hogy itt van egy kicsit kiálló, és hát ez rádob egy plusz 2 métert, 3-at, és van egyel föntebb, ami még egy plusz 6-ot, szóval ez egy ilyen 16. És a max, amennyit lehet menni, az ilyen 24 körül. De ja, az lenne a cél, de előtte még ezt a 16-ot be kéne lőni. Ja. Főleg Sejen bácsinak. Mit mondasz, hogyha összegyűl erre 12 millió like, akkor? Akkor figyelj, legyen a Margit hídas ugrás, akkor leugrunk a... Nem, jó, nem. De ezen a videón 20 ezer like. Egy... Á, nem, az 1 millió nézettség ezen is megvesz. Gyerek, így lenn van 3 másodpercig a vizet, és mi lesz? Feljön, mondom, jól vagy. Első szóval nem az, hogy jól vagyok, vagy izé minden rendben, srácok. Leküldöm fentről. Ezt, gyereket. We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the sky. We about to change the game. We out here.
Hallod, ez kicsit melkasos lett. Ember, ez nagyon megcsapott. Peti már a hídnak a tetején van valahol ilyen drónnal követem. Most az egyszer végre eszünkbe jutott, hogy drónnal amúgy lehet magasságot mérni, és megmértük. Az ilyen 10,5 méter a korlát, ahonnan szoktunk ugrálni. Akkor utána a középső szint, ahol ugrottak, az ilyen 13, ahonnan most leszaltózott hasra ez a gyerek. És akkor ezek valid infok. Teteje az pedig pontosan, nem csaljuk el, 22 egész valamennyi méter. Na ugrasz már! Úristen, hova vagy gyerek? Nyomod! Ne aggódjál, ugrunk, bármi van! Bemenjek, sejjel! Ah, kérlek! Kamera. Nagyon magas! Bemenjek érte és leugorjak? Hagyom, ja. Hát ez egy elmebeteg. Az. Jó érzés, hogy mi már nem csinálunk semmit, csak átadtuk a következő generációnak, hogy baromkodjon. Annyira jó. Tudjuk, hogy milyen, és nem nekünk kell, és mi már csak járhat a szánk, hogy ne csináld, vigyázz magadra, gondold át. Mert ezt szoktuk, ugye? Ja, yes. Mi mindig átgondoltuk. Ne ugor le, gyere le! Nem vettek rendőrök, majd most. Fia, tesókám, azt már helikopterről is észreveszik, hogy ott vagy. Tigris szaltó! Simán ugorj, azt cső! De én félek, azt mondja. De gyere le, villámhárító! Gyere le, számolj be! 10! 9! 8! 5! 4! Nehogy fejest ugod! 3! 2! 1! Let's go! We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the sky. We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the sky. We about to change the game. Hallod, ember? Mi van veled? Olyan volt a hangod. A nyagodnak húztam, ezt meg megcsuktam. Mennyit zuhantál, tesó? Én nagyon büszke vagyok. Gyerek. Nem hiszem el. Nagyon kemény az a sem. Maga... Nem, amúgy nem, ez elítélendő. Senki ne vegyen példát ezekről. Ez a viselkedés egyszerűen kriminális. Mi sem csináltunk ilyet soha. Csak akkor. Amikor. Amúgy lát kéne még egy... Jó, de most húzzunk el, amúgy nagyon gyorsan. Ez kár, hogy nem tudtuk rendesen kihasználni ezt a majomhintát, de még egyet lendültem róla, majd meghaltam. Majd még egyszer ez vissza fog térni. Hát ezt ki kell vinni külföldre valami jó sziklaszírtre. Ah! Ő az ünnepelt, a sztár, ő a növendék, a neve. Debütált a budapesti fészcímbe, Győrből most jött fel, köszönöm a kézfogást. Én is köszönöm. És hát ennél jobb belépő nem is lehetett volna. Hát a kilépő lehetett volna. Sziasztok! Méltó kezdés volt, azt mondjátok? Ja, jó amúgy. Ha tetszett nektek is Sejem produkciója, szeressétek egy... Peter.Sejem. Szeressétek Instagramon. Hát. Szeressetek minket itt YouTube-on feliratkozni, ugyanis nagyon sok nyeremény vár továbbra is mindenkire. Azért még visszagyűlhetne Instán ez a 15 ezer. Neked? Neked. Te semmit nem csináltál. Hát menjél haza. Jó, csak. Szia.